Az Erkel Hotel látványkonyhájában vagyunk, Gál Zsolt szakácsmesterrel. Mit fogunk készíteni? Üdvözlöm Önöket! Egy farsangételt fogunk készíteni, ami egy részeges farsangi szűzpecsenye lesz burgonyafánkkal. Hát akkor lássunk neki! Lássunk neki! Amíg itt melegszik a rostonsütő, addig már alakapcsoltunk a burgonyafánknak is a olajának, hogy melegedjen, és én közben el fogom készíteni a ragut is hozzá. Amint láthatja, itt a sertésszüzet egy kicsikét betekertük egy bacon szalagba, hogyha már farsangról beszélünk, akkor legyen beöltöztetve a sertésszűz is. Ezt itt rostlapon elkészítjük szépen, amíg ez itt sülni fog, addig megcsináljuk a köretet együtt, vagyis az ön segítségével, és én meg közben megcsinálom, elkészítem a ragut is hozzá. Körülbelül mennyi ideig kell sütni? Ez a sertésszűz, ez olyan 2-2 perc mind a két oldala, szóval azért túl sokáig nem fog tartani az egész mutatvány, egy 5 percen belül készen is vagyunk vele. Én közben elkészítem akkor a ragut, vagyis oda rakom a ragut, hogy egy kicsikét piruljon. Mi kell hozzá? Elkezdjük, egy kis olajat melegítünk, hevítünk, utána belerakunk egy kis póréhagymát, vagy újhagymát, tetszőlegesen, melyiket szereti, de esetleg lehet lilahagymával is készíteni, vagy vöröshagymával is. Itt csak azért csináljuk póréhagymával, vagy újhagymával, hogy egy kicsit színesebbé tegyük az ételt most jelenleg. Ugye, mert a farsangról beszélünk, akkor színes legyen az étel, meg hát finom is. Úgy látom, hogy kezd lassan az olaj is megmelegedni, és akkor majd ebbe kérném a segítségedet, és akkor, amit már itt egy előkészített burgonya fánk tésztája látható, majd annyi lesz a feladatod, hogyha megmelegszik az olaj, egy fagyiskanál segítségével először a fagyiskanalat egy kicsit beolajozzuk, és akkor ilyen fél gombócot ebből kiveszünk, és majd bele fogjuk rakni a forró olajba. Jó? De ez még egy kicsikét várat magára, szerintem egy másfél perc múlva ez az olaj is meleg lesz, még egy kicsikét oda kapcsolunk, hogy hevüljön még jobban. Jó? Itt közben már látható, hogy elkezdett kirúlni a újhagyma. Ez itt egy kicsikét gyorsabb eszközök, mint az otthoni gáztűzhelyek, mivel hogy ez ugye indukciós tűzhelyek, mindegyik ipari kapacitású, szóval erre figyelni is kell, mert azonnal süt, azonnal éget, hogyha feljebb vesszük. Most ezután a póréhagyma után egy kicsikét megpirult, akkor hozzárakjuk a sima csiperkegombát. Ezt is egy kicsikét átpirítjuk. Addig megnézzük, hogy az olaj az milyen állapotban van, jó? Ez már tökéletes is, én úgy látom, én ezt át is adnám neked, és akkor egy pár gombócot, egy 8-at, 10-et, amennyit sikerül. Itt már a közben a gomba is megpirult a póréhagymával. Ehhez hozzájönnek színes zöldségek, kaliforniai paprika, általában sárga, zöldet és pirosat használunk, meg még egy kis koktélparadicsomot is rakunk bele. Ezzel is összepirítjuk. Közben természetesen ízesítjük sóval, borssal, fokhagymával, és majd a végén egy kis petrezselyem zölddel is megszórjuk. Azok, hogyha minden igaz, maguktól is megfordulnak, hogyha szép kerekeket csinálsz, akkor maguktól is meg kell fordulni. És akkor... Igen, ez annyira nem sikerül, de mindent megteszek. Jó, rendben. Na most már a szüzet is megfordítjuk, most már látszódik, hogy kell szépen pirulni. Amikor ezek a zöldségek megpirultak, akkor majd rakunk hozzá egy kis barna mártást. Ez házilag készült itt az Erkel Hotel konyháján ez a barna mártás. Ugye lehet hát porformájában is lehet kapni, de mi sokkal jobban szeretjük a házias ízeket. Szóval ez mit tartalmaz? A barna mártásban úgymond a legfontosabb része a marha és a sertéscsont, ami le van pirítva, és azon kívül még jön hozzá répa, zöldség, meg mindenféle alapanyag, ami a konyhán található, szóval ebbe bele lehet rakni a gombától kezdve, a narancsig, a mandarintól kezdve bármit,
és az utána egy jó 10-12 órán keresztül főzzük, utána egy száraz lisztes rántással be van sűrítve, és át van passzírozva. De ebbe tényleg minden zöldséget bele lehet rakni. Itt az íz a lényeg, de utána egy nagyon kellemes íz kapunk. Bármilyen meglepő, hogy ennyi minden van benne, de tényleg nagyon kellemes íz az ételeknek. Természetesen, mivel hogy részeges farsangi szűzpecsenyéről beszélünk, úgyhogy egy kis vörösbort is adunk a zöldségragúhoz. És akkor azzal összeforraljuk. A szűzpecsenye is úgy látom, hogy már teljesen készen lesz lassan, és a fánk is tökéletesen megsült, amit le is kapcsolunk most már, mert ez készen van. Itt lassan elkészül a ragú, most már összefőtt. Természetesen, mivel hogy Gyulán vagyunk, egy kis kolbász nem hiányozhat a ragúból, úgyhogy ezt én hozzá is rakom. És amit mondtam, még a végén egy kis petrezselyemzőt, ezt is ízesítjük, és egyrészt színesebbé is tesszük az ételt. És még a legvégén, hát vagy hagymacsírát lehet használni, vagy retekcsírát is lehet belerakni, de most ez egy kis zöldborsó csíra, ez fog még hozzákerülni. Ezzel utána majd egy kicsit meg is díszítjük. És ez is készen van szinte a ragú. És akkor szerintem ki is tálalhatjuk az ételt. És jó étvágyat kívánok hozzá, uram! A whipped up jitterbug and brown-eyed man, a stray cat fronting out an AP's band. Cut me a Sammy and you'll understand, in my veins hot music ran. You got me in a sway and I want to swing you down.